Közben világszerte arra keresik a megoldást, hogy hogyan lehetne rövid idő alatt gyorsan felpörgetni az oltóanyaggyártást. Franciaországban például heteken belül beindulhat a Moderna oltóanyaggyártása. Áprilistól pedig már Pfizer vakcinát is tudnak majd gyártani a franciák saját maguknak, és talán másoknak is. Németországban épül egy új oltóanyaggyár, de például az óceán túloldalán, Kanadában is beindítják a saját gyártást. Már az új koronavírus variánsok elleni vakcinán dolgoznak az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca kutatói. A brit svéd gyógyszergyár vezetői szerdán közölték, valószínűleg őszre elkészül az új generációs oltóanyag. A kutatócsoport ugyanakkor beszámolt arról is, hogy az eddigi eredmények alapján a közösen kifejlesztett vakcina megakadályozza a fertőzés okozta súlyos betegségek kialakulását. Már az első adag biztosítja a védelmet a megbetegedés ellen, és ez rendkívül jó hír. Ugyanakkor a beoltottak körében elvégzett PCR-tesztek jelentős hányada negatívnak bizonyult, így ők nem adják tovább a fertőzést, és ez érezhetően lassítani fogja a járványt. Magyarázta a kutatócsoport vezetője, aki ugyanakkor hangsúlyozta, egészen addig, amíg az oltások ki nem alakítják a közösségi immunitást, ők maguk is azt javasolják, hogy mindenki változatlanul folytassa a védekezést. A brit egészségügyi miniszter szerint ugyanakkor az oxfordi kutatások eredményei a londoni kormány stratégiáját igazolják. Teljes mértékben alátámasztja azt a döntést, hogy az úgynevezett megerősítő oltást ne az eredetileg javasolt 3 hét után adjuk be, hanem várjunk 12 hétig, mondta Matt Hancock. Az Egyesült Királyságban épp szerdán jelentették be, hogy az oltási kampány fontos mérföldkőhöz érkezett. Már 10 millióan megkapták a vakcina első adagját, és csaknem 500 000 a második oltáson is túl vannak már. Közben Izraelben csütörtöktől már a 16. életévüket betöltött fiatalok számára is biztosítják a vakcinát. A közel-keleti ország oltókampánya rendkívül sikeresnek bizonyult, népességarányosan mostanáig itt kapták meg a legtöbben a koronavírus elleni vakcinát. Oltóanyagból nincs hiány, így van, ahol már az elmúlt napokban is fogadták a fiatalokat. Én is jelentkeztem az oltásra, most fogok érettségizni, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy visszatérjünk a normális kerékvágásba, hogy jobban fel tudjak készülni a vizsgákra, és persze találkozhassak a barátaimmal, mondta egy Tel Avivi diák. Az Európai Uniós tagállamokba viszont egyelőre akadozva érkeznek a vakcinaszállítmányok, mivel kicsi a rendelkezésre álló gyártókapacitás. Ezért március elején 4 franciaországi telephelyen is megkezdődik a koronavírus elleni oltóanyag előállítása. Erről állapodott meg kedd este Emmanuel Macron francia államfő a nagy európai és francia gyógyszeripari vállalatok képviselőivel. A szóban forgó üzemekben egyelőre a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcináját fogják gyártani. Az államfő szerint nyár végéig minden francia állampolgár számára biztosítják az oltás lehetőségét. A tervek szerint júliusig a svájciakat is beoltják, közölte nemrég az alpesi ország egészségügyi minisztere. Az elmúlt hetekben Svájcban is megjelent a koronavírus új, a korábbinál fertőzőbb variánsa, ami nehezíti az oltás megszervezését. A bódeni tavon ezért egy használaton kívüli kirándulóhajón rendeztek be oltóközpontot. A 90 éves vízijármű kikötőről kikötőre jár, fedélzetén óránként 24 ember kaphatja meg a vakcinát. Svájc összesen 3 gyártótól rendelt oltóanyagot, ám az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat már jelezte, a februárra ígért szállítmányt legkorábban márciusban tudja biztosítani.